Sziasztok! Újra itt vagyunk, már egyszer felvettem ezt a videót, de valamiért nem volt hangos, külön be kellett állítani újra a felvevő programban is a mikrofon, mert valamiért úgy gondolta, hogy ezt nem vesz észre, és én észre sem vettem, hogy nem vette észre amúgykor. Eléggé alap, hogy ilyenkor hogy bekapcsol, hogyha be van kapcsolva a mikrofon. Hát amúgykor nem így tett, úgyhogy most lesz egy újabb összefoglaló. Ugye kaptunk egy újabb hőst, a Heroes of Might Magic Golden Era-ot, illetve egy csomó összefoglalót hozott nekünk össze. Húha, Eugén talán, ha jól emlékszem, ő már ugye 2011-es Heroes 6 óta mindenféle újdonságot mindig megoszt. De a fejlesztők hoztak egy újabb templomlovagot, ezúttal egy hölgyet, Keondrát, akit sokan azt mondták, hogy hú, ez nagyon, nem tudom, kartúnos, tehát ilyen képregényes, meg animés, szerintem ennél sokkal animésebb képregényes figurákat láttam már nagyon sok más filmben, játékban, annak erre, hogy ez nem az volt. Szerintem meg tök jó néz ki az egyedi sisak, páncél, illetve a válvédő, minden tök jó. Eltökélt hölgyeméről van szó, akinek nagyon jó képesség van ez a bajnok edző, vagy nem tudom minek folytatjuk majd, ez a lovagi edző. A könnyű lovasság lényeknek a számát növeli hetente az összes városban, tehát valószínűleg nem lesz kormányzóság, hanem az összes városban érvényes lesz az, amit mondjuk például specializációként egy hős ad. Ezen kívül az ő parancsnokság alatt lévő könnyű lovasság plusz ilyen pozitív hatásokat kap, mondjuk itt plusz életerő, plusz morál, egyebek. Ez majd gondolom részletezik. Úgyhogy ez egy nagyon jó főhős is lehet ez a hölgyemény. De a morálos hős sem rossz, meg a magnál növelt varázslópap. Egyedül a felfedező hőst érzem én inkább ilyen másodlagosnak, de az is nagyon jó például felszedegető felfedező hősnek a random peppen. Valószínűleg ez a könnyű lovasság, ezt szerintem tudjátok mire utána, nem ez lesz a karakter neve, mert hát nem ilyen neveket szoktak adni, ugye a vértese könnyű lovasságként volt elnevezve, vagy a lovag, vagy a bajnokja. Tehát meglátjuk. Én szerintem ezt úgy értik, hogy az alap és a két fejlesztés. Az a könnyű lovasság. Gondolkozz gyorsan, lovagolj gyorsan. Na, itt van a jó sok új információt, megtaláljátok az interjúkat is, amik eddig voltak, remélünk majd a miénk is hamarosan ott lesz. Egy-két héten belül talán, hogyha végre tudnak addig jelezni. Egyébként a Silence of the Sirent, csak így halkan megsúgom nektek, hogy én elvileg mától már fogom tudni tesztelni, hogy lesz-e rá időm, az kérdés, de holnap nagy bejelentés várható majd a Steam-en, valószínűleg a konkrét ár, a konkrét óra, időpont, szeptember 30-án és minden egyéb. Ennyit mondanék nektek, többet nem. De hát nekem tesztelni kell a magyarítást, ami egyébként olyan 90-95%-ban már kész van, hát csak a kampányt kell lefordítanom, és azon gondolkozok, hogy lefordítsam vagy sem, mert ajánlották a fejlesztők, hogy anélkül toljam ki a kampányt, hogy legyenek meglepetések. Hát mondjuk nem nagyon szoktam ám emlékezni pontosan arra, amit lefordítottam, de akkor már szívesen magyarul tónám le, meg azzal tudnám tesztelni a magyarításomat. Nem tudom, na mindegy. Ez majd kiderül. Ennyit mondanék. Reméljük, hogy tök jó lesz. Annyit mondanék még, amit részben megerősítettek a fejlesztők is, hogy nagyon sok egyedi pálya lesz egyébként a Silence of the Siren Early Access változatban. Olyan 8-10 pálya lesz, és abból lesz olyan, ahol időre megy, lesz olyan, ami akartam mondani nektek, olyan lesz, hogy a pálya közepe fele, ha akarjátok, tudtok váltani frakciót, ilyet sem láttam még, egy különleges eszköz, vagy teleportáló eszközzel. Lesz olyan, ahol két azonos frakcióval lévő, de csapatban egy lévő gépi ellenféle kell egyedül harcolni, meg egy csomó speciális folyamat. Egyedül egy pályán nem fogtok tudni elvileg hotseatelni, mert az annyira egyedi. És scriptel talán, az összes többi fogtok tudni. Amit Parsec program egyébként online fogtok tudni megoldani akár. Nem online lesz, ott ugyan is hotseat, csak egyik vagy másik gépen fogtok tudni messziről tolni. Gyakorlásnak amúgy sem rossz, meg megismerni a játékot szerintem, és közben ugyanúgy tök jó, másfél-két rólat általában le lehet tolni egyébként, legalábbis a bétába. Ez volt, oda térünk vissza a mostani, csak így akartam örömteljen bejelenteni nektek, hogy már itt van a közeli EA változat, hogy ezt utassátok, ugye szeptember 30. Na, ami nagyon jó ott is egyébként, meg itt is, a Heroes of Might and Magic Olden Era-nál, hogy nem kell hozzá online-nak lennetek, ha a single-be vagy hot seat-be szeretnétek játszani. Ugye a Heroes 6 ezt igényelte, azt hiszem még a 7 is, de most nem meg teljesen biztos. Ezen kívül a kampányokat külön fogják balanszolni.
Nem ugyanaz lesz rajta a balansz, mint a többi módban, az egyhősös multiban, a többhős, akár max 10 hősös multiban, vagy az arénában, mert ugye teljesen más mód. De hát ez eddig is így volt, általában előnnyel indult egy csomó pályán a gép. Nem olyan az, hogy csalt, csak előnyből volt már építve mondjuk ez meg az neki, de ez a történet adta például. Tehát nem sem mondanám csalásnak vagy totál előnynek, ez volt a történet. És gondolom itt is a történethez igazítják a dolgokat. Ezért fog értelmeszerűen változni a balansz a kampányban. De viszont attól még a népeket ugyanúgy meg fogjátok tudni ismerni vele, épp ezért jók szerintem olyan a kampányok, ha a multira is készülnétek. Amúgy meg hát egy jó történet, ahol a hősötök végig megy a pályákon. Ja, azt hiszem itt is négy pálya, egyébként a Silence of the Siren-be is négy pálya, és egy kampány, a vakondok a kampánya az már benne lesz az EA-ba egyébként. És azt hiszem a Heroes-ba is négy vagy öt pálya lesz egy kampányban, általában ez a az általános, az összes ilyen játékban. Hot seat lesz benne, nagyon sokan kértétek, hogy legyen, mindenképp, hát lesz benne, ne aggódjatok. Illetve a mod support valószínűleg majd a végleges változat után fog elérkezni, de én annyira nem látom értelmét, mert még meg sem jött a játék, és már moddolnák a kedves játékosok, akkor elveszük még a játék alapvető ízét is, vagy nem tudom, egyediségét azonnal, amiért meg se jelenik. Hát, és sem értettem ezt a mod őrületet. Várjunk, nézzük meg, mi az, ami esetleg moddolásra érdemes, mert hogyha viszont rohadt szuper jó a játék, akkor nem is olyan kell moddolni. Nem biztos, hogy ez lesz, de ha ez lenne, ami tök jó lenne, akkor például kell valamit rajta moddolni. És akkor szétmoddolunk teljesen egy játékot, én ezt nem mindig tartom egyébként jónak, és ezt láttuk a Heroes 7-nél, részben az 5-nél is, mert beraktak az 5.5-be olyat, ami nem is volt benne, és ezért olyan felemással működik, mai napig nem igazán értjük, hogy pontosan hogy is működik. A kormányzóság például kokája, érdekes dolgokat csinálni, ha egyik héten három embert ad valamikor meg egyet. Na mindegy, tehát azért mondom, hogy én ezzel csinyán bánnék azért a moddal. A fő alap háttérsztori az lesz, hogy a Hive, ez a kaptár, új ilyen inferno-szerű név, ez gyakorlatilag inváziót indít a kontinensen, és hát össze kell fogni a különböző népeknek, hogy legyőzhessék azt. Ezt meg is erősítette ugye a Discordon a Fina, azaz Alexandra, a narratív designer vezető, hogy láthatatok már az interjúkban is. Hát ő a legfontosabb, hiszen az ő írja a sztori gyakorlatilag, meg a narrációkat. Nem mindegy, menjünk tovább. Ez hasonlít egy a Heroes 6, Heroes 5-nek kicsit a történetre, szintén ugye össze kellett szinte fogni, vagy a hold fogyatkozás, és azáltal a démoni erősödés ellen, vagy a démoni hát visszatérés, invázió ellen, ami ugye a Heroes 5-ben volt. Na, itt van megint a varázslatok sora. Most már biztosak lehetünk abban, hogy sötétség és fénymágia lesz a játékban. Mindjárt látjátok, hogy miért. Itt ugyan még a srác nem tudja, hogy az a felső Dark vagy Moon, de elmondom nektek, hogy egyik sem. Az vagy Order, vagy Arcan, vagy nem tudom mi lesz a neve, de hogy nem Dark és nem Hold mágia, az biztos. Viszont az tuti biztos, hogy fénymágia az, ami itt láthattuk, ugyanúgy, ahogy a Heroes 4-ben, 6-ban, 7-ben, és talán még ugye az 5-ben is volt, igen. Főleg ugye buffok lesznek, tehát ilyen erősítések, pozitív hatások, gyorsítás, gyógyítás, megtisztítás, szekonszak aztán egy újabb lépés, de ez csak tipp. Úgyhogy, vagy a képesség kétszeri használata, valami ilyesmi lehet. Ezt megint nem tudjuk, hogy mi, ez lehet a Prime is, de akár ez a sötét, én inkább a sötét kékre tippelek, hogy ez a Prime Magic egyébként. Szerintem. Az a Primal. Ez meg nem tudom, Order, vagy Energy Magic, nem tudom, hogy ez mi lehet. Azt gondolják, hogy ez a Primal, de én szerintem ez a már csak a jelen miatt is, ez inkább pusztító, vagy káosz mágia, ahogy a Heroes 4-ben 5-ben volt. Azt egyébként már megerősítették egy videóban, láttam, hogy itt nem lesznek tűz, víz, föld, levegő varázslatok, hanem ilyen Heroes 4-es és részben Heroes 6-7-es megoldások lesznek, meg Heroes 5-ös, hogy ilyen sötétség, meg új nevekkel lesznek. Meg nem is gondolom, hogy az ős mágiában csak látjátok sebző, szinte egy csak sebző varázslatok vannak. És az inkább a káosz meg a pusztító mágiá volt, aztán lehet, hogy berakják az ősi, vagy elsődleges, nem tudom, hogy lesz még ez fontosan, azt ott látnunk kéne a kontextusát. Hogy megmondjam, hogy az elsődleges, vagy ősi mágia, de az elsődleges mágiát azért nem tartom jó fordításnak sem, mert akkor ennyire az összes többi szar nem valami valószínűsíthető. Na mindegy, mert ilyen Prime ős mágia volt a 6-7-ben, és itt meg Prime lett, az már biztos, hogy ez lesz a Prime mágia, ez biztos. Kérdés az, hogy melyik a
Ezt lefotózták annó, azért lehet tudogatni. Ezt itt halál meg hexmágiának mondják, de ez egyetem, hogy a sötétség, hogy halál mágia, azt már látjátok, hogy itt a jele. Ugye van a koponya jel. Én ezt mondanám a sötétség mágiának, bár mondjuk akkor nem tudom, miért halál a jele, de ez van. Hát vagy azért gondolom a sötétség mágiát, lehet akár halál mágia is, neve persze, ez meg változik. Elég egyértelműen látjátok, természetes nyugalom, pókháló, kétségbeesés, halálos fertőzés, vagy ilyen pest is, vagy nem tudom. Mert ha így lemegyünk, most kicsit lejjebb megyek, láthatjátok, hogy vannak ilyen mágikus orbok. Sötétségorb, fényorb, amik valószínűleg erősítik azt a mágia ágat egyel. A velementek. Tehát ez elég egyértelmű így, hogy akkor sötétség és fénymágia lesz. Az biztos, hogy a többi mi lesz, a Primal-ön kívül, azt ne kérdezzétek még. Lehet Order, azaz rend, mint a Hirotnégyben, lehet Arcane vagy misztikus mágia. Lehet, hogy az egyik az már a neutrális mágia, aminek nem tudom mi lesz, nem, mert azt mondták, hogy lesznek olyan szfelek, amik oda tartoznak. Na, akkor itt vannak artefaktok. Itt azt hiszem nagy részét fel fogjátok ismerni a Heroes 3-ból, 5-ből, 7-ből, a legtöbb egyébként onnan ismerős lehet. Itt van a tűzkal, ami a vörös sárkány lángnyelvként ismert. Itt van a ítélkezés kardja, ez is Heroes 3 óta, jól emlékszem, hogy benne van a szériában. Ez is Heroes 3, Heroes 5, Heroes 7, ha jól emlékszem. Ezeket most így meg nem mondom nektek fejből. Ez is Heroes 3 óta van, szerintem ez is. Pajzsok, sárkány bőr vagy pikkel pajzs. Oroszláni bátorság pajzsa. A bátorság oroszlán pajzsa, nem tudom, hogy lehetne magyarul majd lefordítani. Steel Eye, ez is volt a Heroes 3-ba gyűrű. Szóval sárkány figyelő szeme. Ez is volt szerintem, bár nem vagyok benne biztos, hogy Tabard volt, de lehet a köpeny. Sárkánycsontból készült lábvédő szintén volt. Itt van a Light Orb, Dark Orb, van ezt nektek elcsek is láthatóan. Meg varázslatokat is megtanultak, de ezt a kitalok is úgy néz ki, hogy gondolom manát tölt vissza, vagy nem tudom. Ezek meg a fene se tudja, ez valami dob. Ha, harci dob. Arany disznó is lesz, ami valószínűleg a szerencséhez lesz kötve, legalábbis itt azt írják, de akár lehet, hogy pénzt ad majd. Ez majd kiderült, vannak a városok. Itt láthatjátok, ez a harci, vagy harcos hőse a népnek, ez pedig úgy néz ki, mint egy Gandalf, a pap, a varázsló változata. Kicsit tényleg olyan gyerekes ez a pónit, egy pónin ülnének, én kicsi pónim, nem? Ezt nem tudom, miért így csinálták, de miért kellett a pónnak is úgy, mint gyerekesnek kinéznie. Mi mindig úgy gondolják, hogy a nyílpuskás az első egység, aztán talán ugye a pajzsos kardos, majd a harci pap, vagy nem tudom, mi lesz ennek a neve, aztán jön a griff, aztán jön a fénypapnő, és aztán jön a könnyűlosság, ami szerintem a háromat jelenti az alap, és a két fejlesztettet. Ez tényleg ilyen 23-os megoldás. Itt az alapangyal, fejlett angyal, és valószínűleg az alternatív lövész változata, ami eléggé nagy differencié, ötletes. Vagy egy semleges 8. egység, tehát a 8. szintű. Láthatjátok megint ugyanazt. Itt van a Hive, az a idéző új Inferno, ami ugye kaptárnéve lehet, majd valószínűleg ismeretes. Itt van a hősükből, az egyik fajta valószínűleg a harcos. Itt láthatóak az egység, ez a pók, sima is egyik fejlett változata. Itt van egy ilyen, nem tudom minek hívjuk ezt, ilyen óriás, ilyen ördög légyszerű. Ez állítok az új imp. Akkor itt van egy ilyen undormány is, ez nem tudom pontosan melyik, milyen, ez valami 5 és 6-os szintű lehet. Van egy óriás rovar fajta is, meg itt van az új rovar ördög is, vagy nem tudom mi a francnak láttam valahol olvasva. Itt is láthatjátok ugyanúgy, nekem egy bajom van egy kicsit ezzel a néppel, az nem baj, rovaros lehet, de mindegyik egysége kicsit nagyon hasonló egymáshoz egy-kettő kivételével. Szóval az ördög, meg az a kicsit alienes szörny még eléggé differenciál, de a többiek, meg talán az imp, de a többi az ugye 3-4, az legalább nagyon hasonló. Pókon kívül még na. De meglátjuk, meglátjuk. Ugye őket elvileg egy démon úr, démon lord befolyása is irányítja gyakorlatilag.
Itt van a Dungeon, ezt már láthatjuk, ez nem nagy meglepetés. Tetszik nagyon a külső kinézete is, a belső. Egyébként elmagyarázták egy másik orosz interjúval, csak most tudtam angol feliratoztatni, hogy megértsem, hogy miért választották tényleg ezt a grafikai stílust és a grafikai minőséget. Sokan mondják, hogy mobilos játék, de viszont ez általában is mindenki képén menni fog, másrészt sokkal könnyebb átlátni, multira a versenyen sokkal könnyebb meg tudják szervezni, elkészíteni a különböző pályákat, metódusokat, játékmechanikákat, mert mondták, hogy sokkal nehezebb átláthatatlanabb volt, amikor még először realista látásmóddal próbálkoztak. És ezt el tudom azért részbe inni, hogy van egy-két olyan játék, ahol így már minden összefolyik realizmusában, és főleg egy stratégiai játékban, ami még versenyre is lesz majd főleg fókuszáltatva, hát nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet. Úgyhogy ilyen szabból mégis örülök ennek, hogy ezt választották. És egyébként egész jól néznek viszont a sárkányok. Itt úgy látszik, vörös sárkány tér vissza a Heroes 3 óta. Ugye a Dungeonben jól néz, szóval árny sárkány volt utána már, csak meg fekete. És ez egy visszatérés. Itt a Necropolis, mondjuk, hogy ez hogyan fog összefogni a többiekkel, mert még a Dungeon-t azt mondom fogcsikogatva, bár ezt sem hiszem, hogy annyira jó nép lenne velejék, szuper jó lenne, de a Necropolisról aztán végképp nem tudom elhinni, és mégis ezt a kemet fogniuk az ördögi nép ellen, hát az érdekes lesz. Itt van a hősük, itt van ugye a Csonti kapitány, ahol hiszem, és a Riász. És a két alterfejlesztése is a sírásra, gondolom, mindegyik mást fog tudni. De nagyon tetszik, hogy itt is, meg a többnél látszik, a színvilágon, ami sokkal élesebb, tehát ez is jó ilyen szempontból stilizált, ilyen cel-shaded grafikon, hogy élesebbek a színek, sokkal könnyebben vesztek észre mindent szerintem. Például, hogy ez most, ez a második változatú fejlesztés, az első, és mindegyik mindig más tud. Kutyán érdekes, hogy az egyik fejlesztésnek nincs ilyen feje. A szellem kutyával alakul, vagy nem tudom. Szóval a szellem, ez is csak ilyen tipp, hogy kihányodik a sorban, mondjuk az szinte biztos, hogy a skeletonok csontik elő lesznek az elsővel. Na, van már a sima licsről is egy változat, és mennyire látszik, hogy ez sima lics. Ezek mennyire, hogy nem sima licsek. Ugyanígy a kaszásnál van egy ilyen Heroes 5-re hajazó, kékes, zöldes izé változat, meg egy ilyen, nem tudom, talán inkább a Heroes 7 szín, 6 meg a 6-nak a színvilágára hajazik. Egyébként ezt összevonták volna a Heroes 3 lovasát, a Heroes 7 kaszás lovasával, ugye ott még kardja volt. Ott 6-os szintű volt, Heroes 7 7-es. Egyébként most itt nincs a 7-dik, de az a vámpír lesz. Szinte biztos van a leírásban is benne van, és még nem láttuk, ugye a vámpír hősök is vannak, de mint itt láthatjátok, de tuti, hogy az lesz, ez valószínűleg egy neutrál lény lesz, vagy mondjuk egy idén sárkány, ami semleges lesz. Ebben nem láttuk több változatot sehol, pedig megjelent csatában, talán térképen is itt is. Csak ezt az egyet, úgyhogy biztos vagyok, hogy vagy egy 8. szintű sárkány lesz, tehát nem egy 7-es, vagy egy neutrál 7-es szintű, mondjuk idén sárkány, ami volt a több részben is, megkiderül. Ugye ez durva lesz, hogyha a vámpír 7-es szintű lesz, és állítólag Nosferatu-szerű lesz, ennyit lehetett hallani. Egy pletykákból, tehát ilyen Nosferatu, ami tök jó. Mondjuk az izében is olyan volt a 3-ban, a 2-ben volt ilyen Nosferatu, szerű, ha jól emlékszem. Na itt a idéző a titkos nép, amiről már lassan mindenki tud, csak nevét nem tudjuk. Ez érdekes lesz egyébként. Itt is könnyen látható, látjátok, hogy melyik a fejlesztett, melyik a fejletlen. Valószínűleg lesz az első emberük, de ez nem biztos, hogy ezek is csak tippek. Aztán van ez a vízi légy, vagy nem tudom, minek hívjuk. Aztán ez egy ilyen varázsló, ami jégvarázslós, félig emberszerű. Utána van egy ilyen Wyvern-szerű, vagy nem tudom, ilyen lámaszú Wyvern vízi változata. Aztán van egy ilyen lovagló. Ilyen, nem tudom, mi a francia, óriás polip-szerűség rájával keverve, aki lovagol egy valami emberszerű lény. Aztán van ez a, mondtam már nektek, hogy a kis hablány ellenfelegnek hasonló, nem tudom mi, milyen polipos néni. És aztán jön a Baron, ami elvileg, ilyen valószínűleg a 7-es lesz, azt mindenhol 7-esre rakták be. És akkor itt is láthatjátok. Ezek is kicsit talán, nem azt mondom, hogy ugyanúgy néznek ki mondjuk annyira, mint a rovaros, de hogy színvilágban nem látok nagy difit, ugyanúgy kék, sötétkék, de azért itt is szépen elválik a kéknek a sokfélesége, ezzel a stilizált látványvilággal és a sokszínűséggel. De ahogy ezért föl lehet ismerni, hogy ez igen, az, meg amaz, meg itt látjátok, ez tüskés lesz, az még nem volt tüskés, sötétkék, meg világosabb, szürkés, itt meg már teljesen más ilyen lila.
hogy föl lehet ismerni. Érdekes, a Szilvánról alig tudunk valamit az erdei népről, és hát az szinte biztos, hogy a tündér lesz az első egység, aztán valószínűleg a szatír harcos a második, majd lesz szatír íjász, aki mondjuk az is lehet, hogy bármi lehet kétféle van, hogy valószínűleg nem alternatívja lesz ennek. Meg ez női szatír, ez meg férfi, jól látom. És aztán valami unikorn is kell pikeverék. Nem tudom. Aztán jön az új druida, aminek nem az lesz amúgy a neve elvileg, de hogy mondjuk azt helyettesítik hozzá 5-ös szinten, úgyhogy erősebb lesz mondjuk, mint a Heroes 7-ben, vagy a Heroes 5-ben, ahol 4-es szintűek voltak. Aztán ez a ki tudja mi a franc, fene tudja, kő elementál, és annak különböző változatai, majd valószínűleg a Phoenix, de ezt még nem lehet teljesen tudni, de valószínűsíthető. A tündér sárkányt szerintem tudni nem alt, hogy alakulhatná át azzá. Phoenix, ez eléggé, ez nem annyira alt lenne már, úgyhogy szerintem ez egy semleges lény lesz. Ahogy a Quatul is, ahogy ez a kedveske, cukiság valami, meg a Halfling félszerzet. Itt láthatjátok a tündért, annak különböző változatait. Hát ez tényleg ilyen mesés tündér lesz azúttal. Egyébként, ahogy mondták sokan, tényleg a Heroes 4, Heroes 7-nek az ilyen természet közelibb Szilvániát kapjuk nagy részt meg, egy kicsit a Rampart-tal keverve a Heroes 3-ból, de azért leginkább ez a természet közeli változat lesz. De egyébként lehetett volna a természet mágia például a Hokáért, még lehet, hogy lesz, nem lehet, hogy nem az összes ágat láttuk. És hogy mennyire illene hozzájuk. Itt láthatjátok annak a dög nagy valaminek a különböző változatait is. És látjátok, hogy ha ez a Főnixnek az alapváncata, akkor ez meg a tüzes Főnix. Meg kiderül. Ez is ötletes. Van egy nem tüzes Főnix is, lehet, hogy ez Hold Főnix, ez a Heroes 6-ban, nem tudom. És akkor itt vannak a neutrálok, az emberten miért rakták be ezt a virágot oda, mert ez biztos, hogy neutrál lesz, aminek lehetne alternatíva. Ide is most berakták ezt, ez is valószínűleg neutrál, Quatul neutrál, ez is neutrál, ez a félszerzet neutrál, az a szemgép is, látszik a szemes beholder helyett valami gépszerű cucc lesz. Ezt pedig nem hiszem, hogy ez Kenta úr. Ez inkább valami, nem tudom, gyíkijász. Ezek meg nem tudom mik. Ez lehet, hogy Primal, ősi elementál, valahogy arra hasonlít. Ez nem tudom, hogy mi a fészkes. És itt van egy Cerberus jel, a horoszkópa, illetve egy szirén, tehát valószínűleg ezek is valami legalább neutrálként, de valószínűleg jelen lesznek. Ez is valami sárkánynak a jele, ez meg nem tudom, vérfarkas? Ugye is adtak egy ilyen haláljelet. Vagy ez lenne a vámpír? Fele se tudja. Bár az túl kecsesen áll. Akkor itt vannak ugye a térkép, felelhető cuccok. Az érc az nekem kicsit olyan furcsa. Lehetne itt erőteljesen szürkép, hogy mondjam nektek, meg ércesebb. Inkább kavicsnak, kőnek nézem. A fa meg az arany az jó, szerintem a láda is jó. Itt vannak az alapbányák, arany, fafeldolgozó és kőbánya, vagy érzbánya, kristálybánya, nagyon élénk, ez nagyon tetszik, hogy messziről lehet látni egy piros kristály, ez is sokkal színesebb, csillogóbb, ez sokkal fémesebb, hiszen jobban látszik, hogy higany van benne, ez meg az új, hát itt sárkányvérnek mondják, akkor ez is hasámból tér, viszont nagyon sok lénynek a dizájnja is, meg egy csomó egyébként játékmechanikai jellem is Heroes 5-6-7-ből jön át. Szóval ez nem teljesen lesz Heroes 3, ezt továbbra is mondom nektek, csak hogy ne csalódjatok, bár nem fogtok csalódni, mert szerintem rohadt jó lesz, hogy minden Heroes-ból van szinte benne minden. De főleg persze Heroes 3-ból, 5-ből, 7-ből. Meglátjuk, hogy ez elvég a ritka, ami kell majd a mágia vételére, vagy varázslat vételére. És annyit nem fogtok tudni szerezni, hogy 10-et vehessetek például a Hokáért. És ugye elvég a varázslatokat lehet majd szinteztetni. Lehet, hogy ott azt láttuk, hogy hányan szint lesznek olyan artifaktok, amelyek elvileg a szintjüket növelik a különböző típusú varázslatoknak. Tehát ha mit tudom én, egyes szinten vannak a ősmágia varázslataitok, akkor hirtelen kettesen lesznek egy-egy artefakttal, vagy képességgel. Itt van a kristálybánya, a drágakőbánya, ez is milyen jól néz ki, a higanybánya, ez az új nyersanyag bányája, Pandora box ismerős, ovakon visszatér, tábor tud visszatér a szélmalom, és lehet, hogy még vízmalom is lesz majd. Visszatér a misztikus kert a 3-ból, meg az 5-ből, ennek örventem, lehet, hogy visszatér majd a kobold is szerintem általa, mint ellenfél, neutrálként. A piac is kint fogta tudni majd jól kereskedni, és talán lesz troll itt a lénybank, bár ez nekem
gyengének tűnne, biztos le lesz mondjuk trogloditával, főleg, hogyha mérgessel is, az mondjuk, hogy nehezíti a dolgokat, ugye, ami sebb lesz, hogyha megütöd, mérgez. Lesz temető itt is, meg egy franc tudja, ez valami fényes sötétség mágia is keveredik benne, lehet, hogy fényes sötétség elementálokat kell írtani, bár elementálokat még nem nagyon láttunk, de hát tudja, hogy lesz a játékban, vagy egy néphez lesznek kötve, mint a háromba, vagy a hét második modjába. Aztán itt vannak a nagy épületek, Sárkány Utópia, ez talán a Hillfort, az ahol felfejlesztettek az embereteket, de nem biztos, ez pedig valószínűleg egy újfajta utópia-szerű hely, ahol lehet, hogy Szilván nényeket kell ölni. Először azt hitték, hogy Szilván Town, de hát nincs előtt zászló, meg semmilyen, úgyhogy valószínűleg nem az lesz. Aztán az ismerős Learning Stone, ahol tanulhattok, ugye, és ezáltal 1000 XP-t kaphattok, hogy nem tudom majd mennyit, itt valószínűleg szintet ugorhattok, mint az öbben. Mágikus kút megnöveli a manát, ez valószínűleg spell power-t ad, ez meg nem tudjuk, hogy mit, lehet itt is XP-t kaptok, lehet, hogy valami mást. Itt, vagy, itt valószínűleg harcolni kell, mert is hallottam, utalásra lesznek olyan helyek, ahol harcolni kell, és akkor kaptok mondjuk 2-3 atakot ingyen. Ez nem tudjuk mi, ez is lehet, hogy Hillfort, lesz egy csomó új épület, ahogy mondották, nem csak régiek. Ez szerintem egy defenzet fog adni, mint a Songs of Conquest-ben vagy a későbbi hírozokba. 5-6-7-ben, csak mondjuk ott nem úgy nézett ki. Ez lehet, hogy a Rally Flag, az a zászló, nem biztos, de tényleg valószínűsíthető. Ez talán a Szentélyről elmenekülhettek, vagy most már elbújhattok a hőssel. Ez talán egy refugee camp, ugye, ahol vehettek random hetente egy-egy valamilyen lényből, véletlenszerűen. Ez talán Witch Hat, ahol kaphattok egy skillt, ugye véletlenszerűen. Ez valami tükröm-tükröm mond meg nékem, ez nem tudom mi lehet. Ez nem tudjuk, hogy mi, ez Mágikus University talán, igen, ahol lehet, hogy többféle mágia varázslatból választhattok, lehet, hogy pénzre, lehet, hogy ingyen, nem tudom, vagy nyersén, ez szerintem van a duplázó, de ez csak egy tipp. És itt vannak megint, látjátok, varázslatokhoz kapcsolódható, itt van a sötétség, fény, ez valószínűleg a pusztító, vagy mit mondtam, káosz, ez meg szerintem vagy a hát de szerintem a Primer az a sötét kék, az, amit most itt nem látunk, akkor lehet, hogy rend. Benne tudja, itt megint vannak ilyen tornyok, ez talán ugye az ifjúság forrás, az mi is volt, az valami morált, meg lépést adott plusz. Ez szerintem egy tudást ad logikusan. Ennyi körülbelül, amit itt tudunk, itt vannak ilyen lényvevő helyek, külső lényvevő helyek, ugye mindegyiknek lesz. Külön lénybankja is, meg lényvevő helye is mindegyik népnek ebben a játékban, itt látható egy templom alapú, ez is az, ez valószínűleg a kardosé, ez talán a fénypapnője szerintem is, ez nem tudom mi, ez nekropolis, talán a sírásoké, ez valószínűleg a kutyáké, ez lehet, hogy a skeletonoké, ez szinte biztos, hogy a vámpír, ez a várba is elég látványos volt, lich, szellemek, de ezek csak tippek persze, ez nem tudom, hogy mi, de ez sem tudom mi a franc, ez lehet, hogy a Dungeonhez köthető, ez tuti, hogy a víz alatti néphez, vagy jeges néphez, ez is. Itt vannak még ilyen fekete piac, tehát tudtok eladni, venni majd artefaktokat, itt van esztetitek talán az artefaktjaitokat, ugye már ilyen is lesz a játékban. Ez talán a figyelőtorony, istáló, ismerős gondolom, kocsma, föld alatti átjáró, és a különböző, ez a két és ez egy vonalú talán, két és egy utú átjáró, egy portál. Ezek kategoriázálatlanok. Hát itt lesz nagyon sok újdonság, aztán kristály sárkány, basszus, komoly. Az biztos, hogy 8-as szintű lesz, és szerintem vissza is fog térni, hát 3-ból. Ezek talán a tábortűznek újabb variáns, mert lehet, hogy másnak, ez lehet, hogy több higanyt ad, ez lehet, hogy mit tön, tehát annak kiderül. Vannak még szintén ilyen újdonságok. Itt vannak ugye az új hősök, akikről már meséltem. Itt van még egyéb új hősök, Tarius az, ami élő halott, ez meg medúzás, ez meg valószínűleg minó, tehát dungeonos, ezek is talán. És akkor itt az új menü, milyen jó néz ki, nem? Legjobban tudjátok, mire hasonlít a Heroes 5-nek a bétájában, így nézett ki majdnem tényleg a Heaven kastély, tehát az emberek kastélya, ott még nem olyan 3D-s volt ám a városképen, ilyen 2,5D-s körülbelül, mint majdnem itt lesz, és tökre ugyanilyen volt. Gondolom az inspirációt szerintem innen vehették. A külső térképen is, meg itt is kicsit ilyen a stílusa, mint ott. Én azzal tudtam játszani még 2006-ban a bétával, ott még angolul volt egyébként latin helyett a Heaven-ének zene, tök jó volt. Szerintem onnan inspirálódott a dolog. Ugye ez a recruitment screen, de ezek még ugye változhatnak természetesen. És itt egyébként 3D-ben vannak nagy részt a karakterek, nem úgy, mint a régi hírozokban, ugye a 2D-ben.
voltak a képecskék a városban, szóval azért ezt is nézzétek. És a csatákban egyébként jól is néznek ki. Itt nem annyira, de itt nem is az a lényeg, hogy igazán jól nézek ki. Ez a csatával fontos, meg a térképen is, ott szerintem nincs gond, itt van egy kép a térképről. Na itt ugrik szintet a hős, elvileg ez Primal Magic, még nem tudom ezt hol látják ebből, de... És elvileg 5-ös szint, és akkor plusz 3 szintet ad az összes Primal varázslathoz. És akkor itt van, amiről beszéltek, hogy ez az 5 All Skill, és az aktív, amit már gondolom benyomtatok. Itt elsőbb ezt a Solar szinergiát, ezt benyomtál, többi még nincs benyomva. Gondolom ezek közül lehet választani. Lehet, hogy itt van, hogy ez a két sárga talán a fő skill és három all skill. Valószínűsíthető. A Heroes is a hétnek a rendszerre fog hasonlítani, csak a hét az így egy skill keréken volt rajta, de ugyanúgy volt egyébként randomba, hogyha random skillt választottátok, mint a Heroes 5-be, ugyanúgy volt egy-két főszint lehetőség, és az alszintek közül is választottatok. Annyi, hogy itt annyiból lesz leegyszerűsítve az 5-7-hez képest, hogy elvileg nem fog kelleni egyik a másikhoz. Tehát, hogy mondjam, az kell, hogy persze a fő vonalban legyen, tehát a Primal Magicben legyen például ez, de hogy azon kívül nem fogja befolyásolni, nem lesz bonyolult, hogy hát még ez, meg az is kéne hozzá, még mit tudom én. Tehát ennyivel egyszerűbb lesz, mert a Heroes 5-ben, meg az 5.5-ben kicsit bonyolították. No, hát ennyi. Ennyi a helyzet, amit egyelőre tudok. Hát sajnálom, még egyszer kell nektek mondanom, elnézést kérek a hibáért, de ez van, megpróbáltam a lehetetlent, és nem sikerült, de most kijavítottam mindazt. Úgyhogy köszönöm, hogy néztetek, hallgattatok minket, búcsúzom tőletek, sziasztok!